Érted? Tehát a szellemi segítség az a tudás, vagy egy nagyon jó ötlet? Tehát én kaptam jó ötleteket az életemben, nem egyszer, nem kétszer, és nem is háromszor, hanem vagy ötször, hatszor legalább, ami megváltoztatta még további pozitív irányba az életemet. Tehát szellemi segítség az is, hogy az ember például az életében olyan tudást szerezzen, ami által képessé válik boldogulni az életének minden területén. És akkor képes teremtővé válni az élete területein. Tehát mondok példát, a boldog párkapcsolatot azt teremteni kell. Azt két fél teremti. Tudás nélkül mit tudsz teremteni? Most képzeld el, mit tudom én, a fenti világban az istenek olyanokat csinálnak, hogy elmennek és megteremtenek egy bolygót. Érted? Létrehoznak egy bolygót. Most gondolj bele, te hogy hoznál létre egy bolygót avval a tudással, ami most jelenleg van benned? Ők tudás nélkül hogy tudnának megteremteni egy bolygót? Ugyan meséld már el nekem. Például egy asztalos tudás nélkül hogy teremtene meg egy gyönyörű bútort? Sehogy. Érted? Egy autószerelő hogy teremtené meg azt, hogy megjavítson egy autót, ha nincs tudása ahhoz, hogy képes legyen rá? Tehát minden teremtéshez tudásra van szükséged. Tehát minden. Tehát például most mondok egy másik példát önmagaddal kapcsolatban, de nézzük meg, miről is beszélek. Jó, itt van 10 terület. Mondjuk önmagaddal kapcsolatban, hogy képes legyél, tehát hogy higgy eléggé magadban. És legyen elég önbizalmad, önértékelésed, önbecsülésed. Hát ha már egyszer elvesztetted, akkor hogy tudod újból megszerezni? Hát csak úgy, hogyha tanulsz, nem? Hát mit tanulsz? Hát nem az 5x5-öt. Hát azt már megtanultad. Nem azt kell tanulni, azt, hogy hogyan legyél képes teremteni. Miért van valakinek önbizalma, és miért nincs valakinek önbizalma? Mert az egyik képes a teremtésre, a másik meg nem. Érted? Tehát aki képes a teremtésre, annak van önbizalma. Aki nem képes a teremtésre, annak nincs önbizalma. Ilyen egyszerű. Pofon egyszerű. Tehát biztos észrevetted, hogy amikor létrehozol valamit, amikor megalkotsz valamit, akkor nő tőle az önértékelésed, önbizalmad, önbecsülésed. De bármit, ha meg akar az ember teremteni, létre akar hozni, az valamilyen szintű tudásra van szüksége. És nyilvánvalóan, hogy arra a területre vonatkozóan. Hát gondoljátok végig. Hát ez az egy pont, a legelső pont attól függ teljes egészében, hogy mit hozol létre az életedben. A teremtéshez, hogy létrehozz az életedben dolgokat, vagy bármit, akár egy gondolatot hozzál létre, vagy egy ötletet hozzál létre. Hát még ahhoz is kell valami tudás. Ha nem tudsz egy ötletet létrehozni olyan területen, amit nem ismersz. Hát ha én nem mentem volna el egy nyugdíjpénztári képzésre, soha nem jött volna egy olyan ötlet, hogy létrehozzak egy nyugdíjpénztárat. Világos ez? Soha. Tehát ha nem mentem volna el például olyan szervezetnek a képzéseire, ami biztosítás, értékesítésre oktatott, akkor soha nem lett volna olyan ötletem, hogy létrehozzak egy saját biztosítási broker céget. Anno, annak idején. Világos ez? De az emberek inkább szívesen nézik a tévét. Hát a tévéből túl sok ötletet nem kaptál. Én még semmit, vagy kapsz. Én még semmit nem kaptam a tévéből. Tehát arra vonatkozóan, amit elmondtam, olyan dolgokra. Érted? Hát most gondold végig, hogy jött létre most ez, amit csinálunk, mint ötlet.
Hát ez is úgy jött létre, hogy elkezdtem ilyen típusú képzésekre járni. És abból jutott eszembe, hogy mi lenne, hogyha ilyennel képeznék embereket. Tehát megint ugyanúgy az összes dolog, ötlet, az ilyen típusú ötlet már 90-es évektől, az mind abból jött létre, hogy eljártam ilyen-olyan, amolyan képzésekre. Világos ez? Az összes. Na most, ugye lényeges különbség van, aközt, hogy az ember létrehoz egy szervezetet, vagy mondjuk egy ötletből létrehoz mondjuk egy ilyen típusú dolgot, vagy kap egy olyan, mint egy franchise-t. Érted? Tehát én azt tudom, hogy mert volt egy olyan üzletágunk, ahol szervezéssel foglalkozó cégek, különböző cégek, elsősorban termékekkel foglalkozó cégeket egy ilyen kereskedelmi rendszerbe összehoztuk, és ezt egy olyan 2 évig csináltuk. Ezáltal eléggé nagy betekintésem lett a különböző olyan cégekbe, amelyik szolgáltatások és termékforgalmazásokkal foglalkoztak. És láttam azt, hogy az ott lévő hálózatépítéssel foglalkozó emberek milyen gyorsan tudtak mondjuk karriert elérni, és bizonyos jövedelmeket elérni. Tehát ezt láttam. És akkor ugye láttam azt, hogy ugye nekem mi volt a feladatom. Tehát ugye létrehozni egy rendszert, ami működjön, de még ugyanúgy szervezni, mintha én csak simán hálózatépítő lennék. Ez sokkal emberpróbálóbb és sokkal nagyobb feladat volt, mint egy kész rendszerbe beülni. Tehát most gondolj bele, ez olyan, mint mondjuk kapnál egy autót és beleülnél és azt mondják, hogy na menj, vagy neked kellene létrehozni az autót, amivel majd a jövőben mennél. Érted? Az azért dupla feladat. Tehát megtanulni vezetni egy autót, az nem ugyanaz azzal, hogy létrehozol egy autót, és utána megtanulod vezetni, és úgy vezeted. Világos ez? Tehát a hálózatépítésben lévő emberek egyszerűen beülnek egy kész rendszerbe. És azt a rendszert valakik létrehozták. Ami azt jelenti, hogy sokkal komolyabb feladat volt létrehozni, tehát sokkal nehezebb feladat volt, mint utána működtetni. Tehát ezért volt az, hogy lemásolni nem tudták sose azt, amit létrehoztam. De az biztos, hogy azt mindig láttam, hogy akik beültek csak a rendszerbe, idézőjelbe a beülés természetesen, azok könnyebben tudtak előre haladni nulláról, mint én annak idején nulláról. Mert ugye nekem nem csak az volt a feladatom, hogy szervezzek, hanem az egész rendszert létre kellett hozni. Tehát ezt most azért mondom csak hogy tisztán és világosan lásd, de akkor miért hoztam létre? Tudod, miért hoztam létre? Mert az összes ilyen szervezet, amiben találkoztam, és amiben benne voltam, nem sokba voltam benne, kiderült, hogy egy se etikus a vezetés. Érted? És kiderült, hogy nem etikus. Tehát az etikájuk az hiányzott. És ezért azt mondtam, hogy létrehozok egy etikust. Érted? Ami működik. És ami majd hosszú távon fog működni. Na most, ugye a hosszú távú működéshez az szükséges, hogy élni, és élni hagyni. Tehát úgy működtetni, hogy az megérje az embereknek a működtetés. Tudjátok, miért jött létre az egész? Anno annak idején. Tehát ez ugye még akkor nem ez a képzés volt, hanem még a 90,
4, 94-ről beszélünk. Hát azért jött létre, hogy boldogulási lehetőséget nyújtsak az emberek számára. Érted? De ha most elsősorban akkor még az én gondolkodásom ott tartott, hogy pénzügyi téren boldogulni. Érted? Tehát az ilyen típusú tevékenység az mit tud eredményezni az embereknek? Ha dolgozik valaki, akkor nincs korlátozva a jövedelem. Tehát én ezt rögtön átláttam az elején, korlátlan jövedelem. Nem sok olyan tevékenység van, ahol korlátlan a jövedelem. Jó? Ez az egyik. És ami nagy mértékben megkülönbözteti más tevékenységtől, az, hogy korlátlan szabadságot nyújt. Érted? Tehát korlátlan szabadságot. És az összes többi tevékenység, tehát világon nem sok olyan tevékenységet tudsz, ami korlátlan szabadságot nyújt. Most gondolj bele, egy tőzsdéző, aki azzal szerez pénzt, hogy tőzsdézzen, állandóan azt kell néznie, hogy éppen merre felé harad, amibe befektetett. Fölfele vagy lefele, azt most el kell adni, vagy venni kell. Érted? Még elmegy nyaralni, még ott is azt nézi, hogy most akkor éppen most el kellene adni azt, vagy éppen venni kellene. Érted? Mert ha nem ezt csinálja, akkor körülbelül olyan nem egész 20% esélye van, hogy nyer rajta valamennyit. Tehát, hogy nyerésbe megy a befektetése. Pedig ugye azt gondolná az ember, hú, hát az milyen szabad egy ilyen befektetés, hogyha az embernek van elég pénze. Ha? Hát egyáltalán nem. Jó, szóval, vagy van egy másik mondjuk, vesz valaki ingatlan, de ahhoz is pénz kell, nem kevés. És akkor kiadja bérbe. És akkor most mi van a bérbeadásokkal? Vagy a bérbeadások jó részével? Csak úgy kérdezem. Hát a bérbeadások jó része az most így, ahogy volt, így bedőlt. Érted? Egyik pillanatra a másikra. Hú, de jó befektetés volt akkor az ingatlan, aki bérbeadásra vásárolt ingatlant. Persze, aki nem ilyen jövőmenőre, hanem ilyen fixre, az még lehet, hogy továbbra is tud bérbeadni, persze. De hát az ingatlan kiadásokra, ugye akik befektettek, azoknak egy jó része nem ilyenre akart, mert ugye abból nincs annyi pénz. Most gondolj bele, valaki kiadja az ingatlanját, mennyiért tudja kiadni, mondjuk mit tudom én, egy 60 négyzetméteres ingatlant kiad, ki tudja adni mondjuk 60-100 ezer forint között, de hozta, ha mondjuk 3-4 naponként adná ki, ötszörösét kapná. Érted? Ötszörösét. Na most azért gondolj bele, mit tudom én, valakinek van egy 60 négyzetméteres ingatlanja, és kiadja bérbe, abból nem fog megélni. Érted? 60-100 ezer forintból ma nem lehet megélni. És abból nem fog tudni megélni. Oké? De abból már meg lehetne élni, hogyha mondjuk 3 naponta jönnek a más és más vendégek. Vagy hetente. Érted? Na, abból már meg lehet élni. Hát ezért csinálták ilyen gondolkodással az ingatlan kiadást. Nagyon sokan. De és ez az egész így puty, bedőlt. Érted? Tehát ha valaki tartósan adja ki egy embernek vagy egy családnak az ingatlanját, az arra jó, hogy plusz jövedelem. De abból megélni nem lehet. Oké? Ha csak nem egy több százmilliós ingatlant ad ki. De hát ez egy más kérdés. Jó? Tehát most gondold végig, hogy tudás nélkül ezekkel bárki tud is bánni magától. Persze lehet, ha éppen valamelyik területen vannak valami jó mintái, jó képességei ezáltal, akkor lehet, hogy boldogul is, mi van a többivel. Tehát én ismerek olyan embereket, akik
ezzel a területtel tök jól bánnak. Hát más területek meg romokban vannak. Érted? Tehát nem elég ez az egy terület, vagy egy másik. Mindre kell valamilyen tudás. Hány olyan szervezetet tudsz, amelyre a 10 területre tudást nyújt? Érted? Hányat? Tehát mindegyikre. De úgy tudást, hogy konkrét módszerekkel. Konkrét módszerekkel. Hát nem sok ilyen szervezet van a világon. Hát nem sok. Én tudok egyet. Bár erre a 10-re olyat nem tudok. Mondjuk 8-ra vagy 7-re, 9-re. De olyanra, ami 10-re ad, olyat nem tudok. Tehát például, ahol én tanultam, az erre nem adott semmit. Semmit. A 10-esre. Tehát semmit. De a... Igen, 10-esre. De a többire adott valamennyit. Bár nem foglalkoztam mindegyik területtel ott, hanem más honnan kellett magamat képezni. Tehát, hogyha az ember ezekre a területekre akar ma megoldást, akkor tanulni kell itt, ott, amott, emitt. Vagy egy helyen. Van egy hely, amit úgy hívnak, hogy PPH. Érted? Amelyikre mind ad megoldást. De az emberek türelmetlenek. Például van valakinek mondjuk valamilyen problémája ezeken a területeken, mondjuk egy konkrét, mit tudom én, legyen mondjuk a párjával, és tételezzük fel, nem most van a képzés. Mert ugye körforgásban vannak a képzéseink, 25 témánk van, és az körforgásban megy. És lehet, hogy ez a párkapcsolat az majd mondjuk 2 év múlva lesz. Mert ugye vannak olyan képzések, ami 2-3-4 hónapos. Érted? Egy téma. És akkor gondold végig, hogy ha minden téma csak egy hónap lenne, akkor is 25 hónap. Például az etika coach képzés az 4 hónapos volt. A párkapcsolati képzés az eleve ugye legalább 2 hónapos. Volt, tehát 2 hónapos volt a múltkor. Na most akkor onnantól kezdve, ez azt jelenti, hogy a múltkor még úgy ment végig, hogy 36 hónap alatt. De nem gond, mert hogyha valaki mondjuk itt tudom, párkapcsolati gonddal küzdik, akkor meg tudja venni visszamenőlegesen a párkapcsolati coachképzésnek a 2 hónapját. Persze úgy, hogyha ő itt tanuló. Tehát úgy, hogy azt mondjuk, hogy ő csak azt akarja megvenni, arra nincs lehetőség. Jó? Tehát arra nincs lehetőség. Csak úgy van, hogyha ő itt tanul, és akkor visszamenőlegesen vehet képzéseket. Tehát ezek a képzések az élet összes területére megoldásokat nyújtanak. És ha valami olyan terület van, ami most még nincs, akkor majd lesz a jövőben, nem gond. Jó? És akkor megint felvetődött az a kérdés, hogy de hát miért nem tanulunk több spiritualitást, tehát úgy értve, hogy ilyen szellemi dolgokkal való foglalkozást. Szellemi dolgokkal való foglalkozást, ugye, hogy az ember a szellemvilágba piszkálgasson, azt csak igen magas etikával lehet csinálni, mert avval kőkeményen vissza lehet élni. Tehát kőkeményen. Tehát mit tudom én mondjuk, biztos hallottál már olyanról, hogy mit tudom, hogy boszorkányképző. Érted? Na nyilván nem rossz boszorkányra képezik ott az embereket, hanem jó boszorkánya. Aha, és az illetőnek nincs rendben az etikája? Hm? Akkor vajon jó célra fogja használni a boszorkán képzőn lévő dolgokat? Hm? Ki van csukva? Tehát lehet kapni például olyan könyvet, én nekem volt egy olyan ismerősöm, aki
aki megvette és tanult belőle, és csinálta az ott lévő dolgokat, ilyen vastag boszorkánykönyv, ilyen nagyméretű. Érted? Ilyen vastag. És akkor ő elkezdte használni. Hát de az etikája nem volt teljesen rendben. Akkor vajon jó célra fogja használni? Tehát most csak azért, hogy pénzt szedjünk be, tanítsunk olyan embereket, akiknek az etikája nincs rendben. Nem ismerek olyan embert a Földön, aki tökéletesen gyakorolja az etikát. Érted? Nincs ilyen. Tehát azért vagyunk emberek, mert hibázunk. Érted? Minden ember hibázik. Még aki tökéletesen elsajátított valamit, még abba is tud hibázni. Gondold végig az életedben, amit tökéletesen megtanultál. Sütni, főzni, akármit. Még abba is előfordul, hogy hibázik az ember. Tehát ezen a bolygón nincs olyan, hogy tökéletes. Megnézed, mondok egy példát. Ott van a Dalai Láma. Ugye arra az ember azt gondolná, hogy elég tökéletes, nem? Aha, mégis elvesztette az országát. Érted? Mégis elvesztette az országát. Hát ha ő tökéletes lett volna, akkor nem vesztette el volna az országát. Világos ez? És most ez nem leértékelés. Csak minden ember képes arra, hogy hibázzon. Érted? Tehát az embereknek van egy olyan fajta működése, ami ezt eredményezi, hogy az ember hibázik. Tehát itt vagyunk mi emberek, és tanulhatunk arról, hogy hogyan boldoguljunk az életünkbe. És ha arra vársz, hogy majd magadtól neked boldogabb lesz az életed, tehát úgy magától boldogabb lesz, nem magadtól, hanem úgy magától boldogabb lesz az életed, akkor az nem fog működni. Senkinek se fog működni. Tehát a jelenlegi, hogy is mondjam, világhatalomban nem az a cél, hogy te boldogulj. Érted? Nem ez a cél. Tehát lehetne most beszélni arról, hogy mi a cél, de most nem erről szeretnék beszélni, már sokat beszéltem, vagy valami más alkalommal beszélek erről. Nem ez a cél.